Összeszámoltam, majdnem 30 teljes napot töltöttem el eddig a BRFK bűnügyi bevetési osztályán. Az előző kettő, illetve a következő adás is az éles akciókról szól, ma azonban egy rendhagyó videóval készültem. Annyit láttam már a nyomozók kezében fegyvert, hogy kíváncsivá tett. Vajon egy bevetési rendőr hogy lő hozzám átlag földi halandóhoz képest? És ez a gondolat annyira nem hagyott nyugodni, hogy a tévés vetélkedők mintájára kiagyaltam egy kis műsorötletet, és kihívtam Szabó Gergely nyomozót egy lőpárbajra. Vakmerőség, vagy csak élvezem, ha házhoz megyek a pofonért? Nem tudom, de a legnagyobb meglepetésemre a BRFK és Geri is belement, hogy szembeszálljunk egymással kamerák előtt. A Tele utcai rendőrkapitányság lőterén vagyunk, és hát azért vagyunk most itt, mert én arra gondoltam, így sok-sok forgatás után, hogy összemérném az én lövési tudásomat a tiéddel. Ami neked nem lesz nehéz valószínűleg, nem lesz nehéz menet, tekintettel arra, hogy egy pár nagyságrendek kevesebbet lőttem életemben, mint te. Mit szólsz? Jó, benne vagyok, köszönöm, igen. Itt megjegyzem, hogy aki ismer, az tudja, az én játékaimban mindig van egy kis csavar, így mégsem érzem magam olyan esélytelennek, de erre majd később visszatérünk. Na, sziasztok, üdvözlök benneteket a Teve utcai -1-es lőtéren, gyorsági lövészetet, illetve egy pontossági lövészetet fogunk végrehajtani, és akkor abból meglátjuk ki a gyorsabb, ügyesebb, illetve a szebb. FBI lőrapra fogunk dolgozni, rendben van? Oké. Okay. Aki látta ezt a videót Facebookon, az látott már engem lőni. Egy évvel ezelőtt jártam utoljára ugyanezen a lőtéren, akkor megtanultam a fegyverhasználat menetét, szabályait. Ezek nagy részére meglepő módon emlékeztem is, de azért kaptunk egy fél órás gyakorlatot az éles verseny előtt. Aztán jöhetett, aminek jönnie kell. Na akkor, hármas töltött árat fegyverbe, fegyvertokba. Szívszóra, előveszel a fegyvert, csőre tölt, egy lövés. Figyelem! A második lövünk 3,11-el, első lövünk pedig 1,89-el lett, és mind a két találat megvan. Akkor sípszóra, fölkapod a fegyvert, és egy lövés. Figyelem! Geri borzasztóan gyors, de hát mire is számítottam, ugye? Nem várok csodát magamtól, de azért próbálok ennél sietősebb lenni. Második lövőnk 2,03 lett, az első lövőnk pedig 0,79-el. Azt szép. Ha jól látom, mind a két találat megvan. Tipszó, egy lövés, majd tárcsere, egy lövés. Figyelem! Nagyon szép. A második lövés tárcsere után 6,58. Ürítsd le nyugodtan a fegyvert. A tárcsér utáni első lövés 4,30, úgyhogy gyorsági vagy győzött. Füles, nézzük meg akkor. Biztos, hogy benne van minden. Megnézzük, megvan a negyedik lövés, mert nem láttam. De itt van, amúgy 4x4-et időkorláton belül lőttél mindegyiket, csak az egymáshoz történő versenynél gyorsabb volt a kolléga. Jó, valami, hát ez még kicsikét még gyakorolni kell. Jó, de amúgy különben nem lenne rossz. Hozta a kötelező formát, megvan mind a négy lövésünk és az 50 pontos kitűnő lövészetünk. Gratulálok! Köszönöm, uram! Na hát akkor azt hiszem, hogy levonhatjuk azt a konklúziót, hogy nagy meglepetést nem okoztunk, és akkor fölényesen győztünk, úgyhogy köszönöm szépen ezt a csodálatos párbajt, viszont hoztam meglepetést, mert, és remélem, hogy megengeditek, de hogy azért mi szeretnénk még itt egy pár dolgot szétülni, az lehetséges, mert nem olyan gyakran kerülő térre, plusz most néztem végig a fél állítólag sorozatot, úgyhogy kedvem támadt egy kicsit lövöldözni. Lufikat lőhetünk? Igen, az MCRT biztonsági rendszabályokat is nyugodtan. Isteni, fújjunk lufit, jó? Jó. Szegény Gerit még nem sejtette, mire vállalkozott, mert én nem szeretek veszteni. És ha Fairplay-ben nem sikerült nyernem, akkor hozom a saját szabályaimat. Megszívassuk Gerit azzal, hogy ő kapja a kicsiket? Ez a játék most az én szabályaim szerint megy. Négy lufi, a három vízi lufi plusz egy kupakkal szemben. Így már bőven van esélyem nekem is. Na, most akkor engedelmetekkel az én játék szabályaim szerint játszunk.
Négy célpontunk van, és négy lövedék a tárba, úgyhogy... Én csak hármat látok nálam. Hát, de ott van a negyedik. Ott van, látod? Az egy kupak. Ja, egy kupak. Ja. Persze, de tök igazságos. Nekem is ott van a kupak, csak nekem piros színű. Úgyhogy... 15 méterről kezdjük? 20. Tehát akkor legmesszebbről kezdjük, és minden lövés után egyel közelebb megyünk. Ez lesz a koncepció. Megnézzük. Okay. Kezdetét veheti a végső csata. Kicsit igazságtalan? Ja. És az én játékom, úgyhogy én döntök. Na, készen vagytok? Akkor szemes fülest föl. Töltött tárat fegyverbe. Fegyver tokba. Akkor figyelem. Tűz! Egy darab lövés akkor. Az igen. Geri nyilván eltalálta az elsőt, de nem baj, összeszedem a gondolataimat és választok egy lufit. Nagyon szép. Csak más komodó békét akarod lőni? Sosem fogom elmondani, hogy okay, nem azt céloztam. Újat kiveszed az első billentyűt és gyertek szépen, előre vegyünk a 15 méteres vonalhoz. Oké, megtaláltuk, rendben van. Akkor meg vagy tűz. Nagyon szép. Oké, gyertek előre. 10 méter. Tűz. Áj! Ez mi? Hát jó, ugrik ki az új az első billentyűre, és megyünk előre szépen az 5 méteres vonalhoz. Igen, itt már félváról vettem, nem szabadott volna. Na, akkor először a Geri, lő egyet. Geri? Takarja folyamatosan az első irányzék. Engedj egy picit a szorításon, ne fehéredjenek az ujjaid. Beszélök, ha beleved. Ez a szívemig hatolt. Galát tervem, a kicsi lufik és a kupak sem tudott kifogni Gerin. Már csak annyit tehetek, hogy szépítek egyet. Hát akkor neked amelyik szimpatikus. Jó, fegyver, ürit. És erre. Én azt hittem itt a vége, de a teljes tarolás csak most jött. Geri nem volt elégedett, amiért a kupak szélét találta el, ezért játékon kívül kért még egyetlen lőszert, és 5 méterről ismét, de ezúttal telibe lőtte azt. Reménykedtem azzal, hogy legalább a kupak kifog rajtad. Azért az nagyon gonosz volt, de még így is nyertél, úgyhogy gratulálok, és köszönöm szépen, hogy kiálltál ellenem. Én köszönöm. Úgyhogy... Mielőtt azonban bárki azt hinné, tényleg szomorú vagyok, valójában hatalmas élmény volt, plusz kicsit büszke is vagyok magamra, mert mint kiderült, ha nem is kiemelkedően, de egészen jól lövök. Ezt a csatát azonban egyértelműen elvesztettem, vagy mondhatnánk úgy is, a mítoszt, hogy Szecsó legyőz egy bevetési rendőrt, most leromboltuk.